kortárs német festőművészeti kiállítás nyílt január 17-én az Opera Galériában. A megnyitón, immár hagyományosan, Szőnyi Tibor, a galéria igazgatója köszöntötte a vendégeket. A 16 alkotó munkájából összeállított anyag széles áttekintést ad a kortárs német művészetekből. And the wind blows. Mint művész, mit tart érdekesnek, leginkább megfogónak a mai világunkban? Of course I also visit exhibitions and I go to nagyon sok helyen kiállított már, Angliától kezdve, itt a környező országokban, itt Magyarországnak a szomszédos országaiban, Németországban, több múzeumban is vannak képei. Nagyon megfogják az embereknek a pillantásai, az embereknek a lelkei, főleg portrékat fest, olyan portrékat fest, hogy például ilyen politikai összefüggésekben készült fényképek az afganisztáni háborúról, készült fényképek alapján az iraki háborúkból, és így próbálja megfogni a képekben az emberi lelket és azokat a pillanatokat, amik vagy fájdalmat, vagy boldogságot okoznak. És hát azért jött ide Magyarországra, mert még itt nem járt, nem állított ki, és hát szerette volna megmutatni a magyar közönségnek a műveit. The first one and I really enjoyed it. Először állít ki itt Magyarországon, nagyon örül annak, hogy itt Budapesten lehet, és annak is nagyon örül, hogy van ez az európai kulturális csere, és nagyon megtisztelve érzi magát, hogy itt kiállíthat nálunk. A kiállítás megnyitón igen nagy volt az érdeklődés. Több művészeti ág képviselőinek eszmecseréjére nyílt ismételten lehetőség, igen kellemes légkörben. Milyenek a tapasztalatai a kiállításokon, külföldön mennyire látogatottak az ilyen galériák? Ugye most van egy ilyen gazdasági válság, hogy az egész világon ez van, a galéristák is panaszkodnak, de azért még mindig látogatottak a külföldi galériákat, különösen Németországban, tehát ott van ennek egy kultúrája, az emberek össze szoktak járni, ezzel próbálják ápolni a művészeteket és segíteni a művészeket. Örül annak, hogy Magyarországon kiállíthatott, és hát ez úgy örömmel tölti el, hogy van egy ilyen érdeklődés, hogy van egy ilyen kulturális cserem, és hogy hát bizonnyal jó lenne, hogyha ez így tovább tudna működni, hogy így az országok egymás között így a kultúrájukat kicserélni. Édesanyádat képviseled ezen a kiállításon. Volt már Magyarországon kiállítása? No, she was in Hungary for holiday, but... Magyarországon már járt az édesanyja, de még kiállításon nem szerepelt. Még nem volt szerencséje más magyar galériát meglátogatni, de ez a galéria, az Opera Galéria nagyon tetszik neki, nagyon cool, ahogy ő kifejezte, és hát nagyon tetszik neki az, hogy ez itt össze van kapcsolva, ez a kulturális dolog, hogy nem csak képek vannak kiállításon, hanem itt fellépnek operai énekesek is, jazz zongorista is fellépett, és hogy ez talán még jobb, mint Németországban. Fontosnak tartja a kultúra határok nélküliségét. Yeah, of course I think this is important. A művészetek ugye azok összehozza az embereket, a különböző népeket barátságba, és hát ez egy nagyon fontos része így az, hogy a társadalom a művészeteket ápolja. Hát ez egy olyan dolog, amivel az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, megbarátkoznak egymással, csak szebbé teszik a világot. A német alkotóművészek munkái január 31-ig láthatók az Opera Galériában. A következő megnyitóra február 14-én kerül sor, finn vendégművészekkel, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. I look up, but there's no one around.